Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a fantasztikus hétfő reggelen, ami már egy áprilisi hétfő reggel bizony, szeren nagy örömömre és megtiszteltetésemként, ugye, nem egyedül vagyok jelen ebben a stúdióban, hanem itt van velem maga Frey Sándor, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, bár a jó ég tudja, hogy most jelen pillanatban jól mondom-e a kutatóközpontnak a nevét. Teljesen jó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Arra kérlek meg, hogy a távolságodat a mikrofontól csökkentsd, mint egy 20 centiméterrel, és akkor én nézem a jelszintet. Így van, tehát nagyon, nagyon örülök, hogy itt vagy, és természetesen veled aztán rengeteg mindenről lehetne beszélgetni, de most megfogadtam magammal, hogy most önfegyelmet gyakorlok. Úgyhogy... Hát máskor is megismételhetjük, hogyha igen, nem gyújtják fel emiatt a rádiót. Hát itt már sok mindent kibírt a Tilos, úgyhogy nem hiszem, hogy te fogod itt kiakasztani a rendszert. De ugye az a helyzet, hogy hát most azért néhány szóban, tehát, hogy szerencsére én ugye gimnazista korom óta van alkalmam hallgatni a te előadásaidat, mint a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborozója annak idején, és azóta meg a cikkeidet is olvasgatom. Ezzel mindjárt koromra is utaltál, köszönöm szépen. Hát jó, de igazából nem feltétlenül. Hát annyit azért kikövetkeztetett a hallgató, hogy mondjuk 10 évvel idősebb vagy, mint én. Mondjuk nem tudjuk egyébként, én nem tudom ezt megmondani. De igen, hát nyilván az igaz, hogy hát bizony... hát voltak ott mindenféle pulzárok, űr-VLB-i, mindenféle valami penctől kezdve egészen, ugye jelen pillanatban konkrétan fent dolgozol a hegyen, ugye? Tehát ezt most ez helyileg nem igaz, aha, mert az intézetnek több telephelye is van. Itt a Soroksári úton van egy irodaház, ahol éppen most dolgozom, de egyébként az intézetnek a nagy része az a Schwab-hegyen, ugye a Almafánál. Most ez azért érdekes a kedves hallgatóknak, mert ugye van nekünk egy állandó szakértőnk, ugye a Pál Andris, akivel a GRB Alfa kapcsán szoktunk beszélgetni, és ő maga is végül is ezzel a kutató központtal van affiliálva, sőt azon belül is a Csillagászati Intézettel. Hát igen, a Pál Andris az kedves kolléga, remélem, hogy ő is úgy gondolja rólam. Ő így gondolja, igen, ezt meg tudom erősíteni. Na de, ezek itt a háttérinformációk, de nem ezért gyűltünk itt össze, hanem azért az örömteli hír miatt, mert végre valahára április 14-én, magyar idő szerint 14 óra 14 perckor elindult hosszú útjára a JUICE nevű űrszonda. Természetesen jól tudják a hallgatók, hogy amikor itt elhangzik valami, akkor az majd egy űrszonda neve például az majdnem mindig valami rettenetes backronym, vagyis ráerőltetett rövidítés. Itt a JUICE, ami ugye gyümölcslét jelent ebben az esetben, a Jupiter Icy Moons Explorer-t takarja, vagyis a Jupiter jeges, nagyméretű jeges holdjaihoz tervezett európai küldetést. Ennek megfelelően a francia Guyana-beli Kourou űrközpontból indult az Ariane 5 rakétának az egyik legutolsó példányával, és hát ez egy fantasztikus küldetés lesz, erről fogunk ma beszélgetni. Természetesen nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondhatom, hogy azért pont a Sanyit hívtam ide, mert ő is részt vesz ebben a küldetésben, de nem ő, messze nem ő az egyetlen magyar résztvevő, hanem itt aztán bizony igen szépen képviselteti magát a magyar tudomány és űripar, szóval majd erről is ejtünk nem is egy kevés szót, sőt még telefonhívást is megeresztünk ezügyben. De hát itt a JUICE. Mit kell tudni erről a küldetésről egyáltalán? Mikorra ér oda? Mi a feladat? Mi a tudományos cél? Ezek az első kérdéseim így egyben. A JUICE-ról annyit érdemes tudni, hogy talán az erőltetett rövidítés az nem véletlen, ugyanis ez a Jupiternek 3 olyan holdját fogja kutatni, amelyekről azt gondoljuk, hogy a jeges kérgük alatt folyékony víz található. Hát ez már majdnem JUICE, ugye? Tényleg. Ebben nem gondoltam bele, hogy ezért nem. Talán ez lett, ezt én csak feltételezem, hogy talán ez lett a rövidítésnek az oka. Tehát a lényeg az, hogy ez a naprendszer legnagyobb bolygója, Jupiter, és amellett
tehát ő magát, a Jupitert kutatja, de ezen felül a fő kutatási célpont az három nagy hold. Ugye a négy Galilei-féle hold közül az Io kivételével a többi. Ugye az Ióról annyit tudni, az a legbelső Galilei hold, és az egy ilyen nagyon vulkanikus, aktív égitest, és ott borzasztó erős a sugárzási tér, tehát oda nem nagyon merészkednek be ilyen űrszondával, azért, mert akkor nem sok maradna belőle, viszonylag hamar tönkre mennének a műszerei. Szóval az Európa, a Ganymedes és a Callisto, így kifelé sorban, ezek azok a holdak, amelyeket a JUICE fog kutatni. Ugye mi az érdekes ezekben? Mindegyikben más az érdekes. Az Európában az érdekes, hogy tényleg van egy aktív, fiatal felszín, tehát ott a jégnek van egyfajta, meg talán a víznek a jég alatt egyfajta dinamikáját, tehát nagyon, nagyon fiatal, kevéssé kráterezett felszín, repedésekkel, olyan helyek, ahol föltör ez a mélyből az úgynevezett óceánnak a vize. A Ganymedes, a következő hold, az borzasztó érdekes, és ezt fogja leginkább tanulmányozni majd ez a JUICE, mert a pályára is fog állni körülötte, majd mondjuk ugye, hogy mikor, ez azért elég távoli jövőben van, tehát a gyerekek, akik most hallgatják, majd addigra lehet, hogy kutatni fogják ezeknek az adatoknak a lényegét. Szóval a Ganymedes ez egy kevésbé fiatal felszínű, mert ugye ott már kisebb a Jupiter közelségével adódon, vagy hát ott kevésbé közelségből adódon az árapály erőknek a szerepe. Az viszont egy borzasztó nagy hold, a Merkur bolygónál is nagyobb egyébként, tehát a naprendszerben a legnagyobb hold, és az egyetlen, amelyről úgy tudjuk, hogy van saját jelentősebb mágneses tere. Ez önmagában egy izgalmas dolog, hogy a Jupiter, amelynek egy borzasztó erős mágneses tere van, és annak a mágneses terén belül kering egy másik égitest, amelynek szintén van, és ebből nagyon érdekes dolgok jönnek ki. És aztán a harmadik ilyen jeges hold, ez a Callisto, ez pedig a másik véglet, borzasztó idős a felszíne, nincs rajta nagy aktivitás, lényegében a Jupiter keletkezésének az idejéből származó dolgok vannak a felszínén, azoknak az ősi időknek a tanúja, tehát ezért érdekes. Egyébként tényleg, hogy itt milyen mennyiségű vízről van szó, tehát ezt az érdemes megjegyezni, hogy például csak az Európán a becslések szerint van egy nagyjából 100 kilométer vastag óceán, ami, hogyha igaz, az több vizet jelent, amennyi a Földön sokkal van. Sokkal több vizet jelent, igen, mint amennyi a Földön van, így van. És ugye, hát azért ez egy kisebb darab. Igen, egy lényegesen kisebb darab. Ugye amit utalt el az árapály erőkre, hát ugye tényleg itt az árapály fűtés szerepe a fontos, tehát ez ugyanaz, ami ugye az Io esetében is a vulkanizmus csinálja és fenntartja, ugye, és ez az, ami lényegében olvattan tartja az Európa kérge alatt az óceán. De ez engem mindig érdekelt, mert ugye ezek a holdak, én nem tudom, de ezek a holdak, Az Io az például biztos, hogy kötött keringést végez, igaz? Tehát az annyira közel van, hogy mindig egyik oldalát a Jupiter felé fordít, azt hiszem, gyanítom. Én is azt gyanítom, de mondjuk ebben nem készültem. Tehát na jó, élőadásban szokott hülyeséget mondani az ember, én is szoktam. Igen, most hát meg nem merem. Ja. Na mindegy, mindegy. Az Io az pont kimarad. Egyébként én azt gondolom, hogy az Io az amiatt marad ki, tehát túl közel lenne a Jupiterhez a mágneses tér szempontjából. Tehát ez technikai okokból szinte lehetetlen, hogy oda küldjenek. Tehát az nagyon-nagyon meg kéne a sugárvédelmet erősíteni. Így is a JUICE fedélzetén, amelyik olyan a száraz tömege, az olyan 2,4 tonna, ebből 150 kg csak ólom, tehát tiszta ólom, ami a kényes berendezéseket burkolja, hogy a nagy energiájú részecske sugárzás ne tegye őket idő előtt tönkre. Így is, mire vége lesz ott a programjának, addigra valószínűleg ki fogja jutni egy műszerét, vagy a napelemeinek egy nagy, tehát a napelemeinek hatásfokát erősen le fogja csökkenteni ez a sugárzási környezet, ami ott van. Na, ha már sugárzásvédelem, akkor azt is vegyük észre, hogy hát figyelj, hogy nem tudod, láttad, de hogy ez az űrszond, ez rossz irányba indult el. Hogy... hát ugye, mi a rossz irány, ugye? Hát igen, na ez az. Hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye beígérted az elején, hogy megmondjuk, hogy mikor ér oda, most mindenki kapaszkodjon meg. 2031-ben nyarán fog odaérni. Aha. Tehát 8 évet fog magadig bolyongani a naprendszerben, és ennek nagyon egyszerű oka van, hogyha egyenesen oda küldenénk a Jupiterhez, akkor egyszerűen annyira felgyorsul, hogy nem tudna a Jupiter mellett lefékezni és pályára állni.
annyi üzemanyag nincs a világon a jelenlegi meghajtással. Így is az egész űrszondának, amikor indult, több mint a fele az hajtóanyag volt, tehát ezt mind el fogják szépen használni az alatt, az idő alatt, amíg mindenféle manőreket végez. Szóval ehelyett, hogy egyenesen a Jupiter felé indult volna, a naprendszerben fog bolyongani, a belső bolygók körül ilyen gravitációs lendítő vagy hintamanővernek szoktuk így elegánsan nevezni, ilyen manőverek segítséggel, tehát amikor elhalad bolygók közelében, nagyon közel, akkor lendületet fog nyerni egy nagyon szépen megkoreografált pályán arra, hogy egyre növelje és növelje a napköli keringésének a napköli pályán a naptávolságát. Ezek közül a lendítő manőverek közül jövő augusztusban lesz az első, akkor ide fog visszatérni hozzánk a Föld környékére. Sőt, az űrkutatás történetében először lesz egy kettős hintamanőver, ugyanis pont arra jön, ahol a Hold tartózkodik. Tehát először a Hold, aztán rögtön a Föld mellett fog egy ilyen pályamódosító löketet kapni ettől a két égitestől. Aztán a következő ilyen manőver, most puskázom, mert ezeket nem tudom fejből, meg hogy nem mondjak hülyeséget, ez 2025. augusztusban, tehát a Föld megközelítés után egy évvel lesz a Vénusz mellett. Ez azért is érdekes, mert azért ez így elég bemegy a naprendszernek a belsejébe, és például a Vénusz mellett jó nagy lesz a hőmérséklet, tehát ezeknek a műszereknek, amelyeket fölpakoltak a JUICE űrszondára, azoknak ki kell bírni azt a plusz 200, nem tudom, 50 fokos, Celsius fokos hőmérsékletet is, meg majd a Jupiternél a minusz 230-at, amikor működniük kell. Tehát ez azért egy elég nagy kihívás, hogy ennek a hő szigetelését, meg a hőháztartását megoldják. Na és akkor, hogyha még akkor még lesz két elrepülés a Föld mellett, 2006 szeptemberében, 2026 szeptemberében, és 2029 januárjában, ugye ez már szinte nagyon messzi távolba vész, és akkor 31 júliusban, mielőtt egyébként lefékezne a Jupiter mellett, azelőtt még a Ganymedes mellett elrepül, tehát már közel, tehát ott is lesz egy manőver, és aztán ugye áll a Jupiter melletti pályára, és akkor ott, amikor ott fog tartózkodni, 31 és 35 között mondjuk, először 35 különféle elrepülést hajt végre a jeges holdak körül. Az Európánál csak kétszer megy el. Tehát a tulajdonképpen a legizgalmasabbnak tartott hold, az Európa, az csak két ilyen gyors szempillantást vet majd rá. Majd azt talán mondjuk, hogy miért izgalmas az Európa, de hogy azért ez nem annyira nagy probléma, lesz egy amerikai űrszonda, amelyik valószínűleg jövőre indul, amely kifejezetten az Európa kutatására fog Európa kutatását fogja végezni, és körülbelül egy időben még egy kicsit előbb is fog odaérni, mint a JUICE, tehát ezek nagyjából egy időben fognak ott dolgozni a Jupiter hold rendszerében. Ami amúgy szintén egy olyasmi, ami még nem volt. Igen, tehát, hogy egyszerre két űrszonda. Hát ugye ez valószínűleg azért nem feltétlenül szándékosan volt így, mert ezek a nagy projektek azért készülnek a maguk tempójában, általában késéseket is szenvednek, akár technikai okokból, akár Covid okokból, mindenféle okokból. Igen, hát Detrevers erről már sokszor mesélt nálunk, aki ugye a késések csimboraszója. Hát ugye, aki a James ebben dolgozott, az igazán megtapasztalta, igen, hogy mi a késés. Így van. Meg mi a költség túllépés, ugye a JUICE-nál azért ez nem volt olyan jellemző. Hát igen, igen, itt azért talán valamennyire jobban lehetett építeni a korábbi tapasztalatokra, de mégis teljesen önálló európai űrszondák közül még soha semmi nem ment ennyire messzire, bár a Rosetta esetében nem vagyok biztos. A Rosetta ment elég messzire, tehát ugye a Rosettának is bolyongani kellett, nem tudom, talán 10 évig a naprendszerben, mire ugye a Churyumov-Gerasimenko üstököst meg tudta közelíteni. Ugye itt nem a megközelítés a lényeg, hanem az, hogy amikor odaér, tehát egyrészt amikor odaér, akkor pont olyan sebesség legyen nagyjából a nap körüli pályáján, mint magának a célpontnak, mert különben a világ üzemanyaga nem elég arra, hogy lefékezze. Tehát ezért kell ennyit bolyongani. És valóban a Rosetta szerintem közel a Jupiter távolságáig elment. Igaz, hogy akkor hibernált állapotban volt, tehát nem működtek a műszerei.
Hát... Szóval, tehát akkor, és akkor ugye az elrepülésekről volt szó, Ganymédes 12-szer, mielőtt pályára állna, és a Kallisztó pedig 21-szer, tehát ott már a sugárzás miatt biztonságban érzik magukat, úgyhogy ott azt sokat fogják. Hát nyilván ennek a pálya alakításában is van szerepe, hogy akkor... Ezek az elrepülések egyébként néhány száz kilométeres távolságban történnek, tehát nem távol mennek tényleg. Tehát itt óriási nagy felbontású képeket lehet akkor csinálni. Tehát ugye eddig a maximum az, amit a Galileo űrszonda tudott, ugye, a 90-es évek derekán. A Ganymédesnél a felbontás az 10 méter alatti lesz a legjobb eset. Hát amikor hogy ott is egyre közelebb fog kerülni, ugye azt nem mondtuk, hogy mi lesz a vége ennek a szerencsétlennek, idézőjelben, csak ez nem látszik a rádióban. Tehát, na mi az? Tényleg, mi a vége? Bele az, kell küldeni a Jupiterbe, mi? Nem, a Ganymédeszbe. Ó, de a Ganymédesznél nem merül föl az élet lehetőség? Hát ugye föl, tehát nem merül föl. Ahol fölmerül, az ugye ez az Európa. Igen. Ahol mindenképpen fölmerül, tehát azt mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy az Európában bármilyen ember készítette, igen, valami becsapódjon, mert ott elvileg előfordulhatna, hogy valamilyen mikroba túléli ezt a 8 év bolyongást a naprendszerben, mindenfélét, és még a becsapódást is, és ugye talán ott közvetlenebb lehet a kapcsolat az óceánnal, mert ott a repedések lejuthat esetleg. Na most a Ganymédesznél ez ilyen 100 kilométer vastag, nagyságrendileg ilyen nagyon vastag kérget ismerünk, tehát szinte kizár dolog, hogy annak a 100 kilométer vastag kérgen át verekedje magát bármilyen földi mikróba, amelyik esetleg oda jutott. Tehát a mai tudásunk szerint a Ganymédesz nem rendelkezik olyan asztrobiológiai potenciállal, hogy azt ott védeni kéne ebből a szempontból, hogy becsapódik oda valamilyen űreszköz. Ez annyira igaz, hogy a Europa Clipper, az amerikai szonda, amit emlegettünk, azt is úgy fogják irányítani, hogy az Európát nagyon meg fogja közelíteni, tehát azt talán néhány 10 kilométerre meg fogja közelíteni többször, de a végén a Ganymédeszbe vezetik bele. Aha. És azért vezetik bele, tehát azért nem hagyják ott keringeni a vakvilágba, a Jupiter rendszerében, hogy véletlenül sem menjen az Európába. Igen, az érdekes, ez a bolygóvédelmi protokoll, vagy micsoda, ami van a NASA-nál, ez a három különböző osztály, és vannak azok az égitestek, amikre a legjobban kell vigyázni, hát ilyen például a Mars, de ilyen az Európa is. Most persze, az Európa esetében ugye azért merül fel az élet, mert hogy lehet gyanítani, sőt szinte tudni vélik, mondta Illés Erzsébet, hogy vannak az ajzaton valami felpöfögő. Igen, tehát ugye nem elég az, hogy egy vízréteg van, igen, hanem ugye ott van egy az alatta levő, szintén az árapályfűtés által. Tehát, hogy van ott egy geológiai jellegű aktivitás, tehát egy csere mondjuk a szilárd rétegek meg a víz között, ami mondjuk a földi ilyen mélytengeri hidrotermális kürtőkre emlékezteti azokat, akik ehhez értenek, és ezért ugye ott is van egyfajta élet, igen, egy extrém életformák is vannak ott, és ezért hát van egy esélye, egy nem nulla esélye, hogy a naprendszerben mondjuk az Európa talán a leginkább olyan égitest, amelyen mai napig esetleg ilyen előfordulhat. De azért azt tudni kell, hogy a JUICE az azért nem fog lefúrni, meg leszállni, meg ugye a Europa Clipper sem. Uh-huh. Tehát közvetlenül az életnek a kimutatására azért valami kevés esély van egyértelműen, de azért abban lehet bízni, hogy mondjuk akár véletlenül, akár szándékosan átrepülnek egy olyan kipöfögött vízpára felhő, ami mondjuk viszonylag nem túl régen még abban a bizonyos óceánban úszkált, és akkor abban esetleg találnak olyan molekulákat, amelyek arra utalhatnak, hogy hát ott valami. Ez egy mintahozó küldetésért kiállt. Nem? Hát tehát igen. Kéne gyűjteni ilyen aerogéllel valami ízét, ilyen kipöfögményeket, amiket a Hubble-lel is láttak, ilyen Európából kipöfögést. Igen, ugye már a science fiction kategóriában vagyunk, ugye hát azt vissza is kéne hozni a Földre valahogy. Lendítésekkel. Mindent kiszt. De hát lehet, hogy 50 évbe telik. Ha lehet, mi már nem érjük meg, azt tuti. Azt tuti. Hát itt az ideje nagyban gondolkozni, aki kozmikus civilizáció, azt tessék elkezdeni több generációnyi. Igen, tehát Európa hozzá leszálló küldetésben azért gondolkodnak, viszonylag komolyan, de hát ugye azért az
hogy pénz is kell, meg finanszírozás, meg technológia, hogy leszálljunk ott, meg ugye ott azért. Hát és akkor megint felül a sterilizálás, hogy most mániákusan próbálnak elkerülni, hogy bármi ráessen az Európára, igen, most már kifejezetten az lenne a cél. Igen, sőt, ha már itt vagyunk, akkor miért ne lenne tenger alatt járó be a Rianásba? Hát, ilyen fantáziaképeket, ha valaki beírja a Google-be, a képkeresőbe, akkor azért talál. Na de hát mindehhez kell lenni, bármi is lesz a jövőben, hát az biztos, hogy a juice-féle adatok nagyon fontosak lesznek, bár engem speciál egy kicsit sokkolt most ez az információ, hogy az Európának ilyen kevés kutatási idő lesz szentelve. Ugye ez azért van, mert amit mondtam, ez a sugárvédelem, tehát dönteni kellett, hogy ráteszünk 10 műszer együttest, és tehát ez tulajdonképpen borzasztó sokat tud, tehát ilyen sokat tudó űrszonda a külső naprendszerre még sose indult, annyiféle mérést fog végezni. Ezeknek nem lehet mind a védelmét úgy megoldani, hogy ezek túléljék. Tehát választani kell, hogy vagy rövid ideig kutatgatjuk az Európát, vagy hosszú ideig akár pályálunk a Ganymédesz körül. A Ganymédesz egyébként bizonyos értelemben érdekesebb hold, mint az Európa, ugye borzasztó nagy, saját mágneses térrel, azért ott is van valószínűleg felszín alatti vízréteg, akár több is. Szóval az nem egy érdektelen égitest kutatni. Tehát ez egy döntés kérdése, most mit kutatunk? Úgy döntöttek, hogy inkább a Ganymédesz. Na igen, és ha mondtad ezt a rengeteg műszer, tehát van itt minden, kérem szépen, optikai, tehát látható tartalmiból működő kamerától kezdve. Hát annak muszáj lenni, mert különben igen, adófizetők háborodnak. Igen. UV spektrográf, szubmilliméteres, tehát hogy tehát igen. A lényeg az összes elektromágneses hullámsávban, igen, tehát igen. Spektrumot tudnak mérni, tehát ez a felszíni anyag összetételt tudja mérni. Igen, rádió is van, meg van lézeres magasságmérő, van természetesen egy magnetométer, nyilván ezek igen, után. Meg részecske áram. Műszer, de ami egyébként nagyon érdekes, és szintén nem ment még a külső naprendszerbe, az a radar. Aha. Tehát egy radar berendezés, amelyik, mit tudom én, akár több 10 vagy 100 kilométer mélységig fel tudja mérni, hogy mi van a felszín alatt. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha én ott feltételezem, hogy ott valami érdekes folyadékrétegek vannak. Na igen, és ha már ja, tényleg, egyébként igen. Tehát honnan, igen, ez egy jó kérdés, hogy honnan tudjuk, elrepülgetünk ott a holdak mellett, de honnan tudjuk meg, hogy na most akkor ott tényleg van folyadéka, és például a radarból tudjuk meg, de egyébként megtudhatjuk abból is, ugye, hogy és mondjuk ez a lézeres magasságmérőnek a feladata, az árapály. Az árapály hogyan hat egy ilyen holdra, hogyha ez egy tömör kőzet, valami, akkor a Jupiter körüli pályán az árapály hatására a felszíne az egy kicsit megváltozik. Na most, ha ebbe folyadék is van ott a kőzetrétegek között, akkor nagyon megváltozik. Tehát, hogyha az árapály mértékét tudjuk mérni, akkor meg tudjuk mondani, hát persze nyilván egy modellbe bele kell tenni az adatokat, és akkor meg tudjuk mondani, hogy rétegződik ez a bolygótest, ez a holdnak a teste. Igen, meg hát ugye tényleg itt az rádió interferometria, tehát konkrétan tényleg az, hogy hogyan torzulgat a felszín, hogy a Földön igen, is. Igen, hát és akkor eljutottunk addig a kísérletig, ami mi is szegről végről részt veszünk. Na ez az, erről légy címes. Ugye a 10 műszer után van egy 11., ami nem egy műszer, hanem egy kísérlet. Az a szerencse, hogy ugye nekünk nem kellett műszert fejlesztenünk ehhez, hanem beülünk a kézbe, hogy úgy mondjam. Mit használ ez az egész kísérlet? Ez magának az űrszondának a rádió adóját használja, és az űrszondát úgy tekinti, mint az égen egy rádió sugárforrást, mint bármi mást, ami rádiósugárzást bocsát ki, természetes égitesteket, és akkor ennek a rádiósugárforrásnak méri a pontos pozícióját az égen, ugye hogyan méri, nagyon távoli kvazárok, aktív galaxis magok pozíciójához képest. Ugye ezekről ha valamit mozdulatlannak tekinthetünk az égen, akkor ezek a több milliárd fényévre levő kvazárok borzasztó nagy teljesítményen sugároznak, rádiótávcső hálózatokkal észlelhetők, és akkor ezeknek a háttere előtt elmozog ez a rádiósugárzó űrszonda, és ennek a koordináta rendszernek a tengelyeihez lehet hozzámérni, hogy éppen hol jár. Most ezt nagyon pontosan lehet megcsinálni, ezt olyan pontosan meg lehet csinálni kiterjedt földi rádiótávcső hálózatokkal, ez az interferometria technikával, mint hogyha mondjuk ha a méterbe számolnám át, akkor ilyen néhány 10 méteres pontossággal elvileg meg lehet mondani, hogy hol jár az űrszonda,
Ez azért döbbenetes szám a Jupiter távolságában, ez olyan az embernek az okos telefonjával, az autonavigációs GPS-ében ezt a pontosságot tudja. Na figyelj csak, eszembe jutott az, hogy mit mondtak a pontosság arányokról nem jut eszembe a gravitációs hullámdetektornak a neve, LIGO, igen, a LIGO. Na hát ott ugye, na hát arányaiban ez valami ilyesmi pontosságnak tűnik. Tehát, hogyha egy hosszú, ez egy teoretikus kérdés, hogyha egy hosszabb hullám, hosszú gravitációs hullám mondjuk átmegy, az csinálhat olyan Doppler eltolódást, hogy ebben a rádiótartományban esetleg érezni lehetne? Hogy az kicsi, túl kicsi. Ugye ezt tudni kéne, tehát hogy ezt kimérjed, ahhoz azért tudni kéne a bázis, hogy milyen hosszú, mihez képest változik. Csak hogy a kilengésekben úgy értettem, hogyha lenne valami... Ez tényleg egy döbbenetes, tehát öt csillagászati egység, tehát a Föld naptávolságának az ötszörösénél van a Jupiter, és akkor abban a távolságban mondjuk ezt ilyen néhány tízméteres pontossággal meg lehet mondani. Nyilván nem minden időpontban, ez egy jó megkoreografált, megtervezett mérésekre van szükség, meg spéci adatfeldolgozásra, és mi pont ebben dolgozunk, hogy majd amikor, ahol a juice elhalad azon a helyen, akkor ott minél közelebb, ilyen referenciaforrásokat tudjunk találni, de nem akarok a technikai részletekbe belemenni, minden technikai részlet már unalmas egy ponton túl. Az a lényeg, hogy ez a háttér referencia, ez minél közelebb van az égen, minél közelebb látszik a célpontomhoz, annál pontosabban hozzá tudom mérni a pozícióját ahhoz a bizonyos referencia rádióforráshoz. Tehát ezen kell dolgozni, és ezen már most kell dolgozni, hiába 8 év, ezzel már most lehet dolgozni, és ugye most már, hogy elindult, most már nagyjából ugye ki tudjuk számolni, hogy hol fog járni majd 8 év múlva, hogyha minden összejön. De mérni is lehet már? Tehát, hogy most útközben is lesz ez a projekt? Így van, és hát útközben lesznek tesztmérések, tehát, hogy akkor teszteljük a rendszert. Bár mondjuk ez a mérés azért, már most is vannak tesztmérések, tehát más űrszondákra is végzünk ilyen méréseket meg. Meg ugye ennek az egész technikának a debütálása az a Huygens nevű leszálló egység volt a Titánon, a Saturnus Titán nevű holdján. Az egy külön sztori, arról mennyi lehetne egy műsort készíteni, hogy mi volt ezzel a Huygens-szel a baj. Ez a Cassini szondával együtt ment, és az ugye lebocsátotta a Titánra ezt a űrszondát, és már úton volt, amikor rájöttek, hogy elfejtettek a Doppler eltolódásra számolni, tehát ugye a Titánnak az adatait azt a Cassinire adta, és onnan relézték el a Földre. De a Titán Cassini sebességet, a látóirányú sebességet, azt elszámolták valahogy, és akkor kiderült, hogy ez kimegy a frekvencia tartományból. Aha. Akkor persze áttervezték az egészet, hogy ne legyen ekkora a sebesség, és akkor néztek alternatív megoldásokat, hogyha mégis semmilyen adat nem jönne erről az egész szerencsétlen Huygensről, amelyik leszáll a Titánon, akkor is legalább lehessen tudni, hogy hol jár, és akkor fejlesztették ki ezt a technológiát, hogy akkor jó, akkor földi rádiótávcsálózatokkal lehet azt azért nézni, hogy legalább hol megy. És ez aztán működött mind a kettő szerencsére, tehát a Cassinin keresztül is jöttek. Hát ugye mindenki emlékszik, aki emlékszik a képekre, amiket a Huygens az... Aki meg nem emlékszik, az googlizza meg, és hát igen, ez is egy óriási európai űrhívmány. Pontosan, igen. És akkor viszont lehetett rádiótávcsövekkel mérni, hogy hol jár, akkor annak a pontossága azért egy kilométeres volt nagyságrendileg, de ebből is meg lehetett mondani, hogy amikor leszállt a Titán légkörébe ez a kis szondácska, akkor ott a felső légkörben a szeleknek a sebessége az milyen volt. Ebből lett egy Nature cikk annak idején, tehát nem volt fölösleges ez a mérés. Na és akkor ugye ez a technológia akkor robbant be a köztudatba tulajdonképpen emiatt a... Hát, is tévedés miatt. Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon.
még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. patreon.com/parallaxis. Hát egyébként ez szóval szenzációs sztori, ezt nem is tudtam. Tehát ezek annyira nagyon keskeny hullámhoztartományban adnak, hogy egy igen, ilyen hát néhány 10 km per másodpercnyi doppler eltolódás. Hát nem tudom pontosan, hogy mennyi volt ott, de hogy vagy az egész sávból kihúzta, vagy csak aha, a feléből, tehát hogy őrület, csak a sávszélesség csökkent van. De a lényeg aha, az, hogy át is kellett tervezni a trajektóriát, ahogy a Szaturnuszt. Szenzációs. Nem ismertem ezt a sztorit. Hát ez már csak ezért is megérte felkelni. Na de ha már ugye szóba került ez, akkor még gyorsan fussunk át az egyéb magyar résztvevőkön. Így van, tehát ugye, mint mondtam, itt műszerfejlesztés nem volt, de azért voltak kollégák, akik műszereket fejlesztettek. Ugye az egész a Wigner Fizikai Kutatóközpontban indult, illetve hát valamelyik elődjén, nem tudom, hogy akkor éppen mi volt a nevük, illetve aztán az Energiatudományi Kutatóközpontban fejeződött be. Tehát ők részben a magnetométernek a programjával vettek részt, részben pedig a PEP nevű rövidítési műszer. Ugye vannak azért a műszerek között is jó rövidítések. Igen, például a Pride, amiről az előbb beszéltem, az a Pride, ugye? Pride, igen. Az ráadásul egy teljesen korrekt rövidítés, mert az Planetary Radio Interferometrian Doppler Experiment, tehát ott tényleg a kezdőbetűkből jön össze, nincs semmi varázslat. Nincs semmi Osiris Rexes bravúr. Igen. A PEP az a Particle Environment Package, tehát a részecske környezetet kutató műszer együttes ráadásul, tehát több különféle kis műszer van benne, és ebben ugye a magyar kutatók egyrészt műszerfejlesztéssel, másrészt a földi, tehát bizonyos ellenőrző teszt műszereknek a fejlesztésével, elkészítésével vettek részt. Ugye ezeket nem árt előtte elég jó tesztelni, mert utána már semmi módunk nincs arra, hogy ott változtatgassunk rajta. Hát ez volt, és akkor még az SGF Kft-t érdemes mondani, akik ugye ebben a csapatban részt vettek. És akkor még ezen felül is volt magyar részvétel, űripari részvétel, ez a Miskolcon az Admatis Kft, az egyik vezető magyar űripari cég. Ők szintén ez a PEP műszerhez csináltak hővédő, több rétegű hővédő burkolatot. Ez ugye nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. Ugye említettük, hogy ez milyen fontos dolog ez a hővédelem, tehát ez egy borzasztó... De ez főleg a vénuszos szakaszban érdekes, nem? Amikor hát közel, vagy mindig... Ott is, mert ugye ott, ha meg hideg van kint, akkor meg egy üzemi hőmérsékletet azért valahogyan kell ott tartani, tehát azért ez mindenhol érdekes. Az Admatis Kft. Amúgy ilyen űrkemencék, fémhabok világában hát abból indultak, de például az egyik új termékük ez a bizonyos hővédelem, tehát vannak olyan műholdak, amelyeknek a burkolatát ők... És ez Miskolc, ugye ezt meg tegyük hozzá, nem csak Budapesten van itt ilyen űrkutatás, sőt űrtevékenység, űripar, hanem ez esetben bizony Miskolcon is. Na most egyébként meg szóba került itt az, hogy mi minden zajlik, hát a különböző KFK-i utódintézményekben, mondjuk így. Igen, ez így korrekt, mert akkor mindenki tudja, miről van szó. És akkor természetesen fantasztikus módon, mivel hogy ez a szokorébresztő, ahol egyébként csodálatosan kompetens betelefonálóink vannak, van nekünk egy ilyen törzshallgatónk is, Horváth István, aki konkrétan villamosmérnökként részt vett például a Juice kifejlesztésében, akkor a Wigner kötelékében, és most ő van elvileg nálunk a telefonvonalban. Hallasz minket, István? Te szokor ébresztő. Üdvözöllek benneteket és az érdeklődő hallgatókat is. Fantasztikus. Nagyon örülünk, hogy sikerült veled telekommunikációs kapcsolatba lépni, bár ez korán sem akkora bravúr, mint a Jupiter távolságából 1-2 méter pontossággal dopplerezni valamit, de mi ennek is örülünk, hogy most így zökkenőmentesen a kollégák segítségével azonnal bekapcsoltunk téged az adásba, és igazából arra kérnénk meg, hogy egy kicsit ilyen belsős nézőpontból, hogy tulajdonképpen azok a fejlesztések, amikben te annak idején részt vettél, ami konkrétan a Juice űrszondához kapcsolódik, azokról, ha ejtenél néhány keresetlen szót, és ez a szokolébresztő, tehát nem kell attól tartani, hogy esetleg túl technikai lesz a dolog, szóval nyugodtan ebben a szempontból ne fogd vissza magad. Rendben van. Hát tudni kell, hogy ugye szó esett a intézet különböző neveiről, valóban idők folyamán más-más neve volt, legutóbb a 5-ös órán kutatóhálózat Wigner kutatóintézetéről van szó,
előtte egyszerűen az RMI-nek hívták, ez az Eskes Max fizikai kutatónak, és így tovább. De lényeg az, hogy ez körülbelül már a ezredforduló után kezdett komolyá válni ez a projekt, és azok kapnak ilyen megbízást, vagy elfogadják a pályázatokat, akik már valamit előtte is csináltak. Ezt úgy kell érteni, hogy az ISA felé, ugye mégis csak az Európai Ügynökség tagja vagyunk, már akkor is készítettünk műszereket velük egy működésben, amikor még nem voltunk ISA tagok, és hát ez megalapozott egy bizonyos respektust felőlük, és ennek köszönhetjük, gondolom, ezt a megbízást is. Hát azelőtt pedig ugye főleg orosz irányba, Mars kutatásban vettünk részt, nem mindig csillogó sikerrel, mert ugye abban a Mars az a... Na jó, de az nem a ti hibátok volt, hogy a Phobosok úgy jártak, ahogy. Igen. Ugye? Igen, az gyorsan szögezzük le. Igen. Én is leszoktam szögezni. Hát erre a Jupiter projektre térve gondolom, hogy nagy szerepe volt annak, hogy a már említett Rosetta misszióban is sikeresen vettünk részt, és ugye mind a kettő nagyon hosszú kiadású projekt, 10 években mérik, de ha a tervezés elejétől nézzük, akkor inkább 20 évről beszélünk. Úgyhogy azért mondom, hogy körülbelül az ezredfordulón jött ez szóba. Aztán még nem volt említve, hogy ez a JUICE projekt eredetileg a NASA ISA közös együttműködésben volt elképzelve, de aztán a NASA kihúzódott belőle, pénzügyekre hivatkozva, de gondolom, hogy nehézkesnek tartják ezt a nagy együttműködést a Európával, ezt mindig azért meg lehet figyelni. Azért valamennyire visszahúzódott bele, mert egy műszer. Igen, van egy ultraibolya spektrométerük, amiket azért bepofátlankodtak a fedélzetre. Meg a PEB-ben, azt mondják, hogy a PEB-ben is csinálnak valamit. Igen, ezért voltunk halvány kapcsolatban amerikaiakkal is, igen. Tehát én ugye a PEP-ben vettem részt, ha így vesszük, ez ugye a Plasma Environment Package, tehát az egyik csomaga 10 közül, amit ez a JUICE magával visz, és úgy kell egyezni, hogy minden csomagban még néhány műszer van, aztán 5, és ezek általában az intézetünkben ugye megfelelően elsősorban részecske megfigyelésekkel és osztályozással foglalkoznak. Azért mondom, hogy a hagyományoknak megfelelően, mert végeredményben azért az intézetünk ugye az atomkutató köré szerveződött már évtizedekkel ezelőtt. Ezen belül is a már említett Vega projekt, ami a hírt elhozta az intézetnek, ami annak idején a Heli üstököshez indult, ott is nagy sikere volt. Az még orosz szervezési volt, de ott is egy csomó európai résztvevő volt, és amerikai is. És akkor a PEP az tehát részecske megfigyelésről szól, ezt úgy kell elképzelni, és nem belemerül részletekbe, hogy a részecskék általában azok a kozmikus plazma darabjai, amit leszőképpen a nap köp ki magából, de érdekes, hogy akkor válik a dolog, amikor valami olyan helyre kerül, mint például a Jupiter körül, ahol erős mágneses tér van, ugye ezt mondtuk. És ezzel a mágneses tér általában begyűjti különböző pályákra terjed ezeket a részecskéket, és hogyha még van egy másik test jelen esetben a Ganymédesz, amelyik szintén van a mágneses tere, akkor ott egész érdekes viszonyok alakulnak ki, és hát ezt akarják megfigyelni. Ezek általában ilyen részecske csapdákkal működnek, amit úgy kell elképzelni, különböző elektrostatikus tereket állítunk elő, vékony résekben, kanyar alakú csövekben, stb., és oda beterelődnek, vagy betévednek szegény részecskék, és úgy hajlítjuk a pályájukat, hogy meg tudjuk állapítani a tömegét, töltésüket, és legfőképpen az energiájukat. És akkor ebből, leszőleg ez ilyen öncélú dolog, de valójában ebből olyan sok mindent lehet megtudni, hogy még a alatta levő nagyobb test belső fizikájára is lehet következtetni belőle, és hát ezzel mit szeretnénk megtudni, jelen esetben a Ganymédesz. Bocsánat, egy naív kérdés, hogy ugye nyilván az ilyen tömegspektrométerekhez, ugye, ahogy mondod, kellene például egy belső homogén mágneses tér, mondjuk, amilyen kör alakú pályaívekre tereli a töltött részecskéket, ugye? Kedves gyerekek, Lorentz törvény, meg minden nézzetek meg. Igen. Na most akkor az van, hogy viszont kívül is van egy rohadt erős mágneses tér. Tehát akkor, ugye, hogy nehogy azt terelje a részecskét, hanem a ti belső mágneses teretek, akkor ehhez milyen módon lehet leárnyékolni a külső mágneses teret, ez hogy hát történt? Igen, elég nehéz, de azért, ha jobban ránagyítunk a dologra, akkor úgy kell elkezdeni, hogy ugyanazt mondjuk, hogy a Jupiternek meg Ganymédesz erős mágneses tere van, de azért mondom, nem akarnék belemenni részletekbe, fizikailag ez úgy néz ki, hogy a
mágneses indukció, tehát a tér erőssége egy adott pontban azért nem olyan nagy. Ja, értem. Aha, világos. Ezért, hogyha mi egy kis térben, egy fizikailag, ezt így kell pár milliméteres. Ja, aha, ennyire picik ezek. Vannak, vagy centiméteres nagyságban, abban azért tudunk kényelmesen olyan térerősséget létesíteni, ami messze felülmúlja a külsőt, és akkor mi vagyunk. Ja, oké, ez így tök jó. Én megvallom, sokkal nagyobbnak képzeltem ezeket a spektrométereket, köszintén szólva, és hát akkor igen, ugye... de gondoljuk el, az egész fond az ugye 6 tonna, de ebben már az üzemanyag is benne van, ez majd le fog soványodni kisebbre, és tehát a pár száz kiló, meg hallottunk az ólompásról, stb. Tehát az effektív műszerek azok a lehető legkönnyebb, által ilyen alumínium-magnézium ötvözetből való vékony kis dobozkák, volt szerencsém ugye ebben dolgozni és ebbe beletervezni, ezek a lehető legkisebb súlyt jelentik, és hát persze a méretnek is a lehető legkisebbnek jelenti, de mégis hogy azt kell mondjam, profánul mondom, mint egy konyhai fazék, tehát akkor mondjuk a dezektor, ennek különböző rései vagy bevezető nyilásai vannak, és oda betévednek a részecskék, és ettől kezdve viszont már a mi elektrostatikus csapdáinkba kerülnek. Sőt, hát ennél bonyolultabb, mert nem statikus, hanem általában egy bizonyos nagy szekvenciás térnek is kiteszük őket, és akkor arra rezgésbe, és arra fele szállnak, amerre akarjuk. Pontosabban amerre az energiájuk desztinálja őket, és akkor ott várják őket a részecske detektorok, általában valahol belül a műszerben. És az még egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye az atomkutatás kezdetétől fogva vannak ilyen detektorok, különböző, a legismertebb a Geiger Müller számláló, de hát az egy irányérzéketlen, egyszerű dolog. Itt sokkal érdekesebb dolgok vannak. Egy ilyen lapkán, szilíciumból kialakított lapkán, azt hiszem pár ezer vagy tízezer pici csövecske van, amit szemmel nem is lehet látni, és ezekben a kis csatornákba tévednek be a részecskék, és akkor azokat még fel is tudják gyorsítani, ha a kisebb energiákról beszélünk, és akkor egy ilyen kvázi képet alkot, olyan, mint a szemünkben a retina, vagy mint a digitális fényképezőgépben ugye a szenzorlapka, csak ez nem fényre érzékeny, hanem részecskékre. És akkor kvázi egy olyan optikailag és lefordítható képet állít elő, mint amilyen egy fotó, csak itt a színeket a részecskék energiája jelenti. Hát, nagyon köszönjük, ez szerintem, így szerintem ez az Tilos Rádió hallgatói most sokkal többet tudnak már a részecske detektorokról, mint eddig, úgyhogy... Ez több, és ez persze csak amit én mondtam. Egy hipotetikus műszer, mert többféle ilyen spektrum létezik, tehát ez most hosszú lenne felsorolni, hogy melyik mit csinál. Hát a mi intézetünk azért, nekem mondjam, hogy nem magát a szenzort csinált, ez egy rettenetesen drága dolog, bár csinált már az intézet ilyet is régebben. Most amiről beszélünk, az Svédországban készült, Svájcban, most hogy két példát említsem, mert velük voltunk. És ti az elektronikákat, ugye? És meg, az teszt, meg a földi teszt elektronikát is. Igen, a földi tesztelőt is, mert ugye általában célorientált műszert, vagy doboz, vagy bőröndöt csinálunk erre a célra, hogy mozgatható is legyen, mert különben minden ilyen bemérés, vagy általában a tesztelés egy egész szobányi műszer kíván egy körbe rakva. Ezzel szemben, hogyha célorientált olyan ellátóegységet csinálunk, hát általában itt valami komputerre kell gondolni, ami megfelelő elektromos stimulusokat ad az adott műszernek, akkor lehet megfigyelni, milyen válaszokat ad, és ki lehet szűrni, ha valamit nem jól csinál. Hát, jól tudom, tápegységet is építettek. Igen, igen. Hát tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy ez főleg tápegység, hiszen ezeket az említett szenzorokat el kell látni energiával, de nem is a wattokról van szó, hanem a precízió megállapított feszültségekről. Tehát olyan feszültség, nagyon szigorúan megvan mondva, hogy mennyi lehet ennek a feszültségnek a hullámossága, vagy a tűrés, és általában változtatható is kell, hogy legyen. Ugyanilyet csináltunk egyébként a Bepi Kolombor, ami most már úton van a Merkurra. Na, de most arról majd külön elbeszélgetek arról Istvánnal egy szép napon, mert valóban az RMKI per Wigner per, hát ugye most már ugye részben Atomenergia Kutatóközpont, stb. Tehát itt aztán bőven van miről szakérteni. Nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést Istvánnak. Nagyon szívesen. És hát reméljük, hogy veled is folytatjuk. Viszont most meg átadjuk a telefonvonalat a betelefonálóknak, úgyhogy hálásan köszi még egyszer.
És innentől kezdve, kedves hallgatók, viszont 215-37-73 az adás telefonszám, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van kérdése, illetve megjegyzése ezzel kapcsolatban, ami ma elhangzott, akkor az ne hezitáljon, de közben mi ugye folytassuk itt a megbeszélést, tehát ugye ott tartottunk, hogy, hogy magyar résztvevők, ugye meg a Wignert azt most elég jól kiveséztük, az Admatiz Kft-t is, de ezzel mindenkit felsoroltunk? Azt hiszem. Én úgy gondolom, hogy igen, magyar oldalról. Igen, hát a mi intézetünket, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontot is, ugye a Pride jogán, és aztán talán igen. Ugye még azt szoktam ilyen népszerű előadásokban, de ugye ez rádió, tehát itt nincs, nem lehet képmutatást, legalábbis képbeli képmutatást végezni. Ugye volt egy rajzpályázat az Ézánál, ugye azért a gyerek rajzpályázat, az egy standard dolog manapság, és ott volt magyar díjazott. És sőt, egy gyerek... Sőt, a gyerekrajzal az oldalán indult el a Böszmen nagy Ariane 5 rakéta, de föl is vesszük, mert te betelefonálónk érkezett. Jó reggelt kívánok, Tilos Rádió! Az lenne egy ilyen teljesen amatőr más kérdésem, hogy amikor megtervezik ezeket a bolygók és égitestek gravitációs mezője segítségével történő röptetéseket, vagy ilyen lökéseket, ez annyira valószerűtlennek tűnik nekem, hogy minden ennyire pontosan meg lehet tervezni, ráadásul nem is egyet, hanem x mennyi széget, hogy gondolom ezeknek a gravitációs mezők, tehát amikor tervezik, ezeknek nem teljesen állandó, tehát gondolom menet közben is változhat, hogy ez lehet módosítani közben is ezeket a pályákat, vagy tudnak korrigálni ott? Mert azt nem tudom elképzelni, hogy 8 éves távlatban mindegyiket megtervezik, és pont úgy fog menni. Igen, nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük a remek kérdést, hogy jön a válasz. Tehát igen, meg lehet, tehát ugye a maguknak, a bolygóknak a gravitációs tere az lényegében nem változik, a pályájuk is elég sokáig előre jelezhető, mondjuk az emberi civilizáció már rég nem lesz, amikor még most meg tudjuk elég pontosan mondani, hogy hol lesznek a bolygók, de abban teljesen igaza van, hogy ezt azért annyira pontosan nem lehet megtervezni. Tehát ezért van hajtóanyag a fedélzeten, és ezért vannak hajtómű fúvókák, tehát valójában ilyen pályamódosító manővereket közben, menet közben rengeteget végeznek. Tehát finom hangolják tulajdonképpen az útvonalat, amin megy. És igen, és amikor tényleg eljön egy ilyen találkozó, akkor ott előtte beállítják, hogy tényleg ott menjen el az a szonda, ahol tervezték, és amit szeretnének. És persze ez egy nagyon fontos információ tényleg, hogy tudni kell, hogy ez a szonda hol van. És igazából az sem egy triviális kérdés, szóval akit ez érdekel, az nyugodtan például a sokolebresztő.hu felől közelítve, vagy akár a Tilos Rádió archívumában, vagy akár a Parallaxisnak a SoundCloud csatornáján, keresse meg a 117. Sokolebresztőt, amit egyedül csináltam akkor éppen, és az volt a címe, hogy hogyan navigálnak az űrszondák, és ott elég hosszasan ki volt fejtve, hogy például az emlegetett Cassini űrszondának az, hogy azokat a hajmeresztő hintamanőver sorozatokat, amiket egyrészt odafele úton, másrészt a Szaturnusz térségében végrehajtott, azokat hogyan, milyen technikai módszerekkel dolgoztak, az sem egyáltalán nem triviális, és egy nagyon szép terület, és eleve ez a pályatervezés, ez fantasztikus. Annyi azért, hogy szerencsére valóban, hát a bolygóknak, maga a bolygóknak a gravitációs térerőssége az nem változik, csak ugye mozognak. Innentől kezdve aztán ilyen bonyolult, korlátozott háromtest problémák, meg több test problémák vannak, itt azért ezeket az ember nem tudja papíron kiszámolni, de számítógéppen nagyon jól meg lehet közelíteni. Hát ez az égi mechanika csodája, hogy ezeket meg lehet csinálni, de azért van az, hogy amikor mondjuk tegyük fel, el kell halasztani egy ilyen felbocsátást, azért, mert valami késik. Ugye a Juice-t is valljuk be, azt elhalasztották, tehát annak tavaly kellett volna indulnia, és akkor szépen arra a indítási ablakra kiszámoltak egy ilyen manőversorozatot, miután az meghiúsult, ezért újra kellett számolni. És ha most el kellett volna halasztani, akkor idén is lett volna még egy ablak, csak akkor megint másfelé. Más pálya, igen. Más például, pálya. Amit emlegettél, ezt a Holdföld flyby-t, ugye azt olvasom, hogyha mondjuk április 18-a után került volna sor a startra, akkor például az simán csak egy föld flyby lett volna. Igen, akkor a Hold már ugye arrébb ment volna. És persze, igen, és ezt mind ki kell dolgozni, és persze nyilván azért van némi játék, mert van valami nem nulla mennyiségű üzemanyag, és kell is a pályamódosítás, de nyilván az a feladat, hogy minél kevesebb üzemanyag fogjon. Igen, egyébként ilyenkor szoktak
közlemények lenni, amikor ugye sikerült megspórolni üzemanyagot, tehát ez a nagy dicsőség, hogy megspóroltunk, és akkor ez lehet, hogy mondjuk azt jelenti, hogy amikor ott van a szonda a célpontjánál, akkor egy évvel tovább tudják működtetni, mert van még lötyög egy kis hidrazin ott a tartály aljában. Tehát a Juice-nál ezt nem lehet tudni előre, hogy itt mi lesz. Hát igen, reméljük a legjobbakat, na de ott hagytuk el hőseinket, hogy gyermekrajzpályázat. Ugye akkor csörren meg a telefon. Hogy igen, hát majdnem, hogy befejeztük. Tehát ugye volt ott egy magyar kislány, ha jól emlékszem, a keresztnév alapján, hogy ő bekerült az első 12-be, és akkor az Éza csinált egy ilyen naptárat minden hónapra egy rajz, és akkor ott volt egy magyar rajz. De a győztes rajzot meg ilyen baromi nagy méretben ráfestették az Ariane 5 orkutyára. Valójában egy matricát, szerintem egy matricát, felmatricázták. Ez egy azért érdekes dolog, ugye a rakétákat, orburkolatot felmatricázzák, és ennek körülbelül a szerepe az ilyen néhány perc, amíg emelkedik a sűrű légkörben emelkedik a rakéta, amin utána ledobják. Tehát ez valószínűleg beesett az Atlanti óceánba, ez a szépen felmatricázott orrkúp. Egyébként volt már rá példa, hogy ott Francia Guyanában a halászok aztán kihaláztak egy ilyen Ariane 5-ös orrkúpot, mert a tengeráramlatok azok kivitték a partra. Meg az is érdekes az Ariane 5-ben, hogy az egyik gyorsító rakétája, de csak az egyik, az vissza szokott jönni ejtőernyővel. Most ennek, de nem hasznosítják újra. Vagy legalábbis az elején így volt, aztán is nem tudom, hogy ez nem így van-e. Nem, lehet, nem, hogy nem ez már róla. Nincs. De az elején volt, tehát ez tökéletes volt. Viszont hát az Ariane 5 az egy ikonikus, kultikus rakéta, amitől kb. Így el kell búcsúzni. Hát igen, az Éza számára most indított utoljára, aztán pár nappal ezelőtt valami tévedésképpen azt mondtam, hogy az utolsó repülése, de nem. Lesz utolsó még előtt. Egy, utolsó előtt. Valami kereskedelmi lesz még egy két műholdat indít majd még talán nyáron. De azt egybe. Azt egybe. Tehát, ugye egy start. Ez a szépség az Ariane-nak, hogy ötösnek, hogy ez két geostacionális ilyen jó nagy műholdat ezt egyszerre föl tud bocsátani. Szóval lesz helyette Ariane 6, de azt még ugye nem tudni, hogy mikor mutatkozik be, az is sokat késik. Hát most talán decemberig érik, de amit decemberig érnek, az általában nem szokott megvalósulni abban az évben. Úgyhogy... Na most, ha már nagy rakéták első startja, hát akkor a mai napon azért arról kell, az atlás utolsó néhány percében ezt nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy hát ha az időjárás meg a technológia istenei is úgy akarják, ugye, akkor bizony, hát történelmi nap van ma, ugyanis még az Ariane 5-nél is nagyságrendekkel böszme nagyobb rakéta a Starship első földkörüli próba útjára indul ma magyar idő szerint kora délután a tervek szerint. Nyilván, ha ez sikerrel jár, az sok szempontból forradalmasíthatja az űrtevékenységet. Elon Musk maga azt mondta, hogy a SpaceX-nek a vezetője, hogy már ő azt is sikerként könyveli el, hogyha olyan magasan robban föl, hogy nem tesz kárt az indítóállásban, tehát... Igen, tehát a siker definíciója az egy... Az nála más, mint a NASA-nál. Igen, hát ő ugye az agyon tesztelés híve. A NASA az éveken keresztül számol, aztán egyszer csak felküldik tökéletesen az SLS-t. Ugye? Itt az Elon Musk-éknál teljesen más a hozzáállás, inkább talán a korai szovjet időket idézi abból, hogy gyártsunk sorozatban mindent, és teszteljük őket rongyá. Úgyhogy emiatt aztán természetesen nem kell teljesen kiröhögni azt, amit az Elon Musk mond, simán lehet, hogy egy szép nagy drága tűzijáték lesz az eredmény, de hát ez is csak a tanulási folyamat része. Valójában nem a mai nap, vagy ez az indítás az érdekes, hanem ennek a több éves távlatai, hogy ez mit nyit meg, hogyha majd ez tényleg sikerül, és beválik a fejlesztés. És na bizony. Szóval egy biztos, hogy hát kedves hallgatóink, aki véletlenül ráér, akkor az délután tekerjen oda mondjuk. Hát például, aki biztos, hogy közvetíti akár magyar nyelven, az a YouTube-on a Space Junkie-nak a csatornája, ők csinálnak magyar nyelvű élő közvetítést. A start dátum az vagy start időpont, az amennyire tudom, most magyar idő szerint ilyen 1-2 óra délután, de mindig érdemes nézni az update-eket, mert azok vannak, szóval erre tessék esetleg bekagylózni, hogyha valakinek ideje és energiája engedi. Na hát igen, szóval igen, az Ariane 5-től elbúcsúzunk, lesz helyette Ariane 6, és hát igazából a Juice-ról meg, hát igazából meg majd csak 8 év múlva hallunk. Hát igazán. Ideális esetben. Ideális esetben. Ha előbb hallunk róla, az azt jelenti, hogy általában, hogy valami baj van, de hát azért reménykedjünk benne. De azért a sok flyby, de azért amikor jön vissza a Földhöz, hát meg akkor, a Vénusz. Igen, tehát akkor azért érdekes lesz egyébként. A Vénusznál mérnek valamit? Most annyira érdekes, látom itt az UV spektrum, hogy innen, hogy a Vénusz esetében szóba került ez a foszfér.
fén kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, és a mínusznál semmit nem mérnek, és megmondom, hogy miért nem. Mert rajta van az Admatisznak a kupakja. Nem. De köze van a hőhöz, ugyanis a Vénusznál úgy kell elrepülni, hogy a nagy nyereségű antenna, tehát az a rádió antenna, ami a fedélzeten van, és amivel a Jupiter távolságából kommunikálnak, az 2,5 méter átmérőjű egy parabolai tányér. Azt a nap felé kell, hogy fordítsák azért, hogy árnyékoljon. Tehát ha az antennát a nap felé fordítják, akkor nincs... Tárolni azért lehetne valamit. Igen, de az egész a naprendszer belsejében, amikor megy, akkor úgy repülnek, hogy az antenna az ne a föld felé, hanem a nap felé álljon. Na jó, azért, hogy később mondanám meg, de azért még mérhetne valamit. Jó, nem fognak nem mérni. Fog. Ez védik. Valószínűleg nem teljesen idióták, akik ezt kitalálták, és ők úgy találták, hogy ez nem célszerű ott méricskélni. Hát igen. A Vénuszt hagyjuk meg a Vénusz szondák. Igen, olyan is lesz, amúgy ne felejtsük el, hogy Európa is tervez Vénusz szondát, és Amerika is, bár az amerikait éppen azt elhalasztották. De hát ugye van egy japán szonda, az is megér egy külön misét, hogy az először nem sikerült, hogy pályára jön, és akkor még bolyongott egy kicsit, és akkor másodszorra sikerült egy pár év múlva, nem tudom meg mikor. Tehát az is most működik még egy japán űrszonda a Vénusznál. Szóval Vénusz közel van, ez egy másik célpont. Aha, hát igen. Igen, erről is majd fogunk beszélni, és akkor igazából... Amit viszont még nem mondtunk, és nem tudom, van-e még két abszolút, percünk. Pontosan. Tehát, ugye azt az ESA nem reklámozta, de amikor ez a JUICE-ez 2029 környékén átrepül a Mars és Jupiter közötti fő kisbolygó övön, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy miért nem ejtenek útba egy kisbolygót, ugye ott elég sok van belőlük, és valójában valószínűleg útba fognak, csak egyelőre még ezt nem döntötték el, de tény, hogy ha a hajtóanyag is megengedi, tehát hogy úgy manőverezzenek, akkor egy kisbolygó mellett is el fognak tudni repülni. Tehát akkor viszont tényleg lesz egy műszeres főpróba, hogy úgy mondjam. Tehát akkor az összes műszert beízítják, és akkor ott egy ilyen kis égitestet elrepülés közben lehet tesztelni rajta, hogy minden működik-e. Igen, nem is lenne az első lehetőség. Eset, hogy a Galileo űrszonda is ugye úton a Jupiter felé kettő kisbolygót is útba ejtett, és az egyikről kiderült, hogy az is kettő kisbolygó, úgyhogy összesen hármat is útba ejtett, mert az egyikről kiderült, hogy kettős. Szóval jó dolgok ezek. Túin van. Hát igen. Na, hát a JUICE az nagyszerű dolog ezek. Túin van. Hát igen. Na, hát a JUICE az nagyszerű dolog, és hát egyrészt gratulálok rajtad keresztül az egész csapatnak, aki ilyen módon részt vesz, például a Pride kísérletben, meg hát az összes többi magyar hozzájárulásban. Fantasztikus, és tényleg that makes us proud, mondanám, de nem jó, szóval elrontottam, de valami ilyen szóviccet akartam kihozni belőle, hogy a Pride ez benne legyen, de sajnos nem sikerült, de a lényeg az, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van ilyen magyar hozzájárulás, és hát legkésőbb, akkor 8 év múlva újra szóba hozzuk a témát, de hát ha még addig is, például lesz műszeres főpróba egy kisbolygónál. Na, minden esetre a Szokol ébresztő mostani adása bizony véget ért, úgyhogy még egyszer hálásan köszönöm egyrészt Frey Sándornak, hogy befáradt hozzánk ma reggel. Másrészt Horváth Istvánnak a szintén rendkívül informatív telefonos rendelkezésre állást, illetve mindenkinek a betelefonálást, illetve azt, hogy hallgattátok az adást. Ne feledjétek, hogy 2 hét múlva újra Szokolébresztő, és addig is vissza lehet hallgatni mindent a sokolebresztó.hu doménen keresztül, valamint persze a Tilos archívumában is, illetve csütörtökönként a parallaxis.emtv.hu-ra megmenni fog mindig a kísérő cikk. Na de bizony, véget ért az adás, úgyhogy további jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.